Pályafutása eddig legnagyobb sikerét elérve, bronzéremmel zárta Muay Thai világbajnokságot Bordás Alex. A DVTK 71 kg-os kategóriában szereplő fiatal tehetségének az Egyesült Arab Emirátusokban lebonyolított világbajnokságon elért remek eredménye csak a kezdet, az első felnőtt éren még komolyabb munkára ösztönzi a piros-fehérek válogatott sportolóját. Az Egyesült Arab Emirátusokban rendezett világbajnokságról bronzéremmel hazatérő Bordás Alex egy komoly sikerrel gazdagabban, de változatlan hozzáállással végzi anyaegyesületének új edzőtermében tréningeit. A DVTK Muay Thai szakosztályának fiatal harcosa Abu Dhabi városában csak az elődöntőben szenvedett szoros vereséget marokkói ellenfelétől, többi mérkőzésén meggyőző fölénnyel győzött és egy világbajnoki bronzéremmel gyarapította éremgyűjteményét. Vannak holtpontok. A lába kívánom az egészet, de egyébként utólag mindig megéri, minden másodperc. Bordás Alex pályafutása legkomolyabb eredményének, az első felnőtt érem megszerzésének háttere így összegezhető. Az edzésen készült felvételek pedig mutatják, hogy megérdemelt volt a siker. Céltudatosan, fegyelmezetten halad előre sportágában a DVTK versenyzője. Végig tudtam tolni mind a három menetet, nagyon jó kondim volt. Ez plusz motiváció volt számomra a mostani időszakra, hogy ne essek ki az edzésből, most is toljon tovább. Az újdonsült világbajnoki bronzérmes harcos számára ezek voltak a legfőbb tapasztalatok a világversenyt követően, ennek szellemében végzi tovább munkáját a Miskolci klubban. Alex és a többi versenyző javuló eredménye természetesen nem a véletlen műve. Az utóbbi időben már érett neki egy nagyobb siker. Ugye nemrég átköltöztünk az új termünkbe, azt hiszem, hogy ezek a profi körülmények is talán egy kis plusz motivációt nyújthattak neki, illetve már a többi versenyzőnek is a felkészülés alatt. A világbajnoki bronzéremről és annak hátteréről készített hosszabb összeállításunkat keddi sportműsorunkban láthatják majd.